A román-magyar határmenti nagy géc 45 éve lakatlan, virágzó múltját már csak a 13. századi templom hirdeti. Az 1970-ben kitelepített lakosok és leszármazottaik csak nem fél évszázadok küzdenek azért, hogy megmentsék falujukat. Kitartásuk eredményeként számos támogató állt melléjük, még végül a szomszédos Csenger nyertes pályázatával tavaly kulturális turisztikai fejlesztés indulhatott el a településen. Nagy a Csengeri kistérségnek a része, és azért úgy gondoltuk itt Csengeri képviselő testület, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a gyönyörű templom, ami az 1200-es évek elején épült, hogy tönkre menjen és teljesen az enyészeté legyen. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy pályázatot nyújtanánk be a felújításához, és ekkor Bajer Zsolt és Kovács Sándor egy képviselő úr keresett meg minket azzal, hogy van egy olyan lehetőség, amiben nem csak magába a pályázatot, tehát nem csak a templomot újítanánk, fel, hanem az egész környezetét egy turisztikai attrakcióval tudnánk kiépíteni. Ezt a pályázatot benyújtottuk az Európai Uniós pályázati kiírása, és 570 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a Csengelváros önkormányzata. Az egy évvel ezelőtt kezdődött munkák során teljesen felújították a megmaradás templomát, látogatóközpontot alakítottak ki, és egy Imre tervei alapján épített kilátótorony is helyet kapott a Nemzeti Emlékhelyen. Ennek a toronynak az a lényege, hogy ha felmászunk a tetejébe, akkor egész szatmánémet ég elváltunk. Ugye annak idején szatmánémet németi volt ennek a térségnek a központja, és ez a torony pont azt jelképezi, hogy a határtalanságot. Tehát, hogy onnan kinézünk, akkor nem határt látunk, nem látunk határokat, hanem összefüggően látjuk a képet, és egész Szatmár németig a párciumig el tudunk látni innen nagy gécből. A templom mellett található a bemutató ház, a látogató központ ahol az itt élő nemeseknek lesz egy-egy kiállítása egy-egy szobában, akik itt éltek, akik itt dolgoztatták, vagy munkahelyet munkát adtak az embereknek, akik ezt a települést fejlesztették. Az emlékkertben helyére került az örtűzoszlop is. A monumentális alkotás a hét magyar törzs bejövetelére is emlékeztet, és a honfoglaló ősöknek állít emléket. A látogatók az Árpádházi királyok neveit is felfedezhetik az oszlopon. A Nemzeti Emlékpark ünnepélyes átadását őszre tervezi a Csengeri önkormányzat.